Áruhitelről érdeklődnek az egyik nyíregyházi műszaki cikkeket forgalmazó áruházban. Kamatmentes hitelek, hitelkártyák segítségével egy helyszíni hitelbírálat után könnyen hozzáférhetők az áruhitelek. Áruházunkban is él a részletfizetésre történő vásárlás lehetősége. Cégünk három piacvezető hitelügyintézettel és pénzintézettel van kapcsolatban. A pénzintézetekkel karöltve cégünk folyamatos képzéseket és tréninget tart kolléganőinek, ezáltal ugye az ügyfeleknek a legmagasabb szintű hitelkijelzés, legnyomosabb szintű információnyújtást tudják biztosítani. A hitelek tekintetében az 50 ezer forinttól induló hitelekig egészen akár 200, 400, 500 ezer forintos hitelek is el tudnak menni a vásárlók. Ezek lehetnek televíziók, mosógépek, különböző nagyháztartási eszközök, illetve szórakoztatóipari termékek. Havonta több mint 12 ezer darab fogyasztási hitelszerződést közvetítenek ki a pénzintézetek. Ezért fontos, hogy több ismert kereskedelmi lánc is csatlakozott a Magyar Nemzeti Bank által indított kezdeményezéshez, ami a lakosság pénzügyi tudatosságát növeli és segít megelőzni a rossz pénzügyi döntéseket. A fogyasztási hitelek összege és a szerződések darabszáma is emelkedik. Fontos, hogy minél szélesebb körben eljussanak a hitelekkel kapcsolatos információk a fogyasztókhoz. Az áruházak honlapján és a helyszíneken is tájékoztató anyagokkal segítik az ügyfeleket, a vásárlókat. A vásárlók, a fogyasztók nem feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy például egy hitelkártya hogyan működik, tehát magának a hitelkártyának, mint terméknek a jellemzői működése nem világos, és éppen ezért a használat közben szembesülnek például azzal, hogyha készpénzt vesznek fel hitelkártyával, annak nagyon súlyos kamatokat kell, költségei van. Ennek ezért például az egyik nagyon fontos üzenet, amit többek között az együttműködés keretében a kiadványainkon is terjesztünk ezeken a vásárlási helyszíneken, hogy például hitelkártyával lehetőség szerint készpénzt ne vegyünk fel, mert nagyon költséges, és ugyanígy elmondható, hogy például a hitelkártya használatnak a sajátossága az, hogy mindig van egy adott időszak általában 30 nap, amíg szabadon használhatjuk a hitelkeretünket, és ezt követően van egy 15 napos, általában 15 napos türelmi időszak, amíg lehetőségünk van ezt a korábban felhasznált összeget visszatörleszteni, illetve van egy minimum összeg, amit vissza kell fizetni. 30 országban, köztük Európában és a kontinensen kívül is elvégzett pénzügyi kultúrát vizsgáló felmérés szerint Magyarország felnőtt lakosságának egy része nem kellő körültekintéssel szervezi anyagi ügyeit. A fogyasztóvédelmi kiadványokkal ezen szeretne segíteni a Magyar Nemzeti Bank.